Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én üveges Huba vagyok, és az előadó pedig, aki most segíteni fog nekünk a Napoleonos videó trailer elemzésében, az Erős László. Róla annyit érdemes tudni, hogy Miklóshoz hasonlóan ő vele is csoporttársak voltunk az egyetemen, szóval szintén történész. Ezen kívül gimnáziumi tanár és weboldal készítéssel is foglalkozik. Itt amúgy az egyik legutolsó munkája. Az ivegeshuba.hu volt, ajánlom van. mindenkinek megtekintésre. Szóval, most már nekem is van weboldalam, nem teljesen függetlenül előzetes ismerettségünktől. Erős design néven kereshető, amúgy a készítő projektje, Locinak. Na de, amondó vagyok, hogy vágjunk is bele a napóleonos film trailer elemzésének, illetve annak, hogy, hogy úgy nagyjából mit várunk a filmtől ez alapján. Kezdjük! Így van. Sziasztok! Hát köszönöm szépen, Huba, a kedves felvezetést, és akkor ahogy Huba itt mondta, nagyjából ma én leszek itt a főszereplő, de azért szeretném, hogyha a Miklós videókkal ellentétben Huba is azért szóhoz tudna jutni az események ismertetésében. És akkor itt nekünk tényleg nagyon röviden annyi lenne a célunk, hogy picit így kivesézzük azt, hogy mi várható a Napóleon című filmtől az eddig megjelent két előzetes alapján illetve úgy kicsit boncolgatnánk azt is, hogy mi miért kerülhet bele a filmbe, megnéznénk egy kicsit a filmkészítésnek a szempontjait is, mert ezek nagyon komolyan befolyásolhatják azt, hogy mit tesznek bele egy filmbe a készítők, és akkor szépen így kockáról kockára, kronológiai sorrendet szem előtt tartva végig akkor az előzetesen, és akkor kicsit kontextusba helyeznénk tényleg azt, hogy mi miért kerülhet bele ebbe a filmbe. Ami hát ö, személyes véleményem szerint nem fog tudni azért egy kerek képet adni Napóleonról. Nagyjából ilyen két óra, 38 perc játékidővel számol Ridley Scott, ha jól emlékszek rá, de már vannak nyilatkozatok az irányba, hogy majd az Apple TV Plus-on, a streamingen majd lesz egy több mint négy órás verzió, ami a legutóbbi információk szerint a 4 óra, öt, négy óra, 10 perc lesz, az már talán egy kereke, kerekebb képet fog tudni Igen. adni erről a komoly életpályáról. Ott ugye előzőleg négy és fél óráról volt szó, de azt már levették azóta. Én, négy azt már csökkentették -e? azóta. Akkor nézzük is szépen először is a filmkészítés alapjaival. Én azt egyébként mindig nagyon szerettem boncolgatni, főleg történelmi filmek esetében, mert talán kicsit úgy jobban meg tudjuk érteni ezek által azt, hogy miért is kerülhetnek be bizonyos dolgok a filmbe, amelyek mondjuk történelmileg nem hitelesek. Ugye itt a Napóleon film kapcsán körülbelül a legutóbbi hivatalos információk szerint azt mondhatjuk, hogy ilyen 130 millió dollárból pakolták össze ezt a filmet, ami hát így hollywoodi bércével bérve átlagosnak számítható, és ez körülbelül egy ekkora filmnél, erről általában egyébként nem szoktak a stúdió hivatalos adatokat közölni, de körülbelül egy ilyen 50-100 millió dolláros marketing költséggel számolhatunk. Tehát a Napoleon esetében, ha azt mondjuk, hogy úgy nagyjából a gyártási költség és a filmnek a reklámozása lefett 200 millió dollárt, talán úgy nem tévedünk nagyon. Ugye egy ekkora összeget, hogyha befektetnek egy ilyen film elkészítésébe, értelemszerűen a filmkészítők szeretnék azt, hogy ha ez az összeg megtérülne, semmi másért nem gyártanak filmeket, csak és kizárólag azért, hogy haszonra tegyenek szert. Jó, itt most elsősorban ezt természetesen a producerek, illetve a stúdiók szemszögéből mondom, azért a forgatókönyvírók, rendezők, színészek nem csak ezeket a szempontokat veszik figyelembe, de azért elég fajsúlyos összeg ez a 200 millió dollár. És ugye, ha a mozis forgalmazást nézzük, akkor ha termel ez a film 200 millió Plusz 1 millió dollárt, vagy akár csak 200 millió és 1 dollárt, az még azért nem fog hasznot hajtani a stúdiónak, amely legyártotta ezt a filmet. Ugyanis általában az a szabály, hogy a mozik elviszik a büdzsének körülbelül a felét. Tehát azt, amit ugye mi a mozi pénztáraknál elköltünk, amit ugye terbel a film, mint bevételt, annak körülbelül a fele a mozi pénztárát gazdagítja. Úgyhogy egy ekkora kaliberű film esetében nagyjából azzal kellene számolni, hogy egy olyan 400 millió dollárt kellene hoznia ahhoz, hogy onnantól kezdve haszonról beszélhessünk. És ilyen kaliberű összegeknél elképesztően nagy megkötésekkel dolgoznak a filmkészítők, hogy mi kerüljön bele, vagy éppen minek kerüljön bele. Most ugye a Napóleont az Apple TV Plus fogja gyártani, vagy gyártotta le helyesebben. Viszont az ő, eseti, az ő esetükben azért hosszú távon majd streamingen fog megtérülni ez a film, így is számolnak vele. Most ugye a Columbia Pictures vállalja a forgalmazását, a mozis forgalmazását az apple közösen, de alapvetően majd az Apple attól várja a bevételek megtérülését, hogy majd streamingen a jelenlegi előfizetőket a filmmel meg tudják tartani, és a filmnek köszönhetően további előfizetőket tudtak bevonzani. És Ebből már esetleg megtérülhet nekik ez az összeg, ami ugye egy nagy remény. Ugye ebből fakadóan azért a szem előtt tartják ezek a stúdiók, hogy egy közönségbarát filmet készítsenek hogy ekkora összegeknél azért minél szélesebb közönségnek szeretnék eladni a filmet, éppen azért, hogy minél többen váltsanak rá jegyet a mozi vagy minél többen feliratkozzanak a streaming szolgáltatásra, és éppen ezért olyan elemek is belekerülhetnek egy-egy ilyen filmbe. Most beszélhetünk itt akár a legnépszerűbb Star Wars vagy Marvel filmekről, vagy akár tényleg történelmi filmekről, amik azért úgy, bocsánat a megfogalmazásért, de ki tudják verni a biztosítékot a nézőközönségnél, pláne ugye a hardcore faroknál, vagy mondjuk nálunk itt a történelem ismerőinél, hogy mik berem kerülnek a filmbe. De ugye ezeknek tényleg az a célja, hogy eladhatóvá tegyék. Most itt a Napóleon film kapcsán, ami a legnagyobb felzúdulást váltotta ki, az az, hogy Napóleon az egyiptomi hadjárat során ágyúztatja a piramisokat. Tehát ilyenre nem került sor valójában, viszont ha nézzük a filmet, nézzük az előzeteseket, azért valljuk be, pokoli jól néz ki az, hogy ott akkor a piramisokat szétágyúzza Napóleon. Tehát ilyen megfontolásokból kerülhetnek bele a filmbe hasonló jelenetek, amelyek igen történelmileg nem túl hitelesek. Úgyhogy bevezetésképpen azért ennyit mindenképpen érdemes tisztázni, amely tényleg bármilyen film esetében is ö, igaznak vélhető. És ezt tényleg azért szeretem elmondani, hogy azért úgy, úgy helyén tudjuk kezelni a filmeket és egyébként én ezeket szeretem, hogy ilyen dolgokat beleraknak a filmbe, mert ebből fakadóan mi is itt most erről tudunk beszélgetni, majd ti is le tudjátok írni a kommentben a véleményeiteket ezekről, tehát egy tök jó diskurzus tud kialakulni ezek alapján, és olyan dolgoknak is utána nézhetünk, amiknek egyébként nem biztos, hogy utána néznénk egy-egy ilyen film kapcsán. Igen, mondjuk azért még jobban örülnék neki, hogyha próbálnának jobban a realitásoknál maradni, a ténylegesen megtörtént eseményeknél. Így van. Ez amúgy néha-néha felzódulást vált ki Amerikában is, ott a Hazafi című filmnél volt talán a legnagyobb, hogy egy filmet csináltak Amerikának, így a függetlenségi háborús korszakáról, az is lényegében teljesen fikció volt. Itt azért ez a veszély nem fenyegetünk, kell, hogy teljesen fikció legyen, de azért vannak kisebb eltérések a valósághoz képest, amik már láthatóak a thriller alapján is. Aztán ami még a filmes, filmkészítés vonalat kapcsán érdekesség, hogy itt a hat csata jelentet, ami van a filmben, mm, Ridley Scott mondta, hogy hat van benne, van. ebből ötöt tudtunk beazonosítani, ezt el kell mondjam, hogy előjáróban. Szóval a hat, hat csatajelenetet összesen 62 nap alatt forgatták le, az kimondottan gyorsan, így a, az átlag történelmi filmkészítéshez képest Most, hogy a filmkészítés kérdéseiről már szót ejtettünk, következzék Korzika. Így van, folytatnánk akkor Korzika szigetével, ahonnan Napóleon származik. Ugye Napóleon 1769. augusztus 15-én született, és Korzikának ekkor nagyon különleges a helyzete, ugyanis másfél évvel korábban a Genovai Köztársaság egész egyszerűen eladta a szigetet Franciaországnak, így lényegében véve Napóleon családja olasz származásúnak tekinthető, de Napóleon már egy olyan Korzikán születik, amely Franciaországhoz tartozik. És ez nagyon meghatározza az ő első éveit, és majd a későbbi gondolkodásmódját is. Amit itt nagyon fontos tudni: hogy a francia területszerzés miatt. Napóleon alapvetően 1793-ig nem igazán szimpatizál a franciákkal. A családja is elég komoly ellenállást fejt ki a francia megszállással szemben, és nagyon támogatják Korzika szigetén Pascal Paulinak a mozgalmát, akinek feltett szándék az, hogy Korzikát felszabadítsa. Viszont mindeközben Napóleon édesapja, Kárló, mégis leteszi a voksát Franciaország mellett, és ennek köszönhetően a fiainak, többek között Bonaparténak is, kiárja a lehetőséget, hogy katonai iskolákba járhasson, és Napóleon ezeket a katonai iskolákat is egyébként nagyon szorgalmasan el is végzi, még a híres francia királyi akadémiát is befejezi, egészen jó eredményekkel tesszük hozzá. Kérdés már csak az, hogy a filmben ez milyen mértékben kap szerepet. Én úgy látom, hogy kevéssé. Nyilván maradnak a szokásos napoléonos pálya bemutatásnál, hogy a senkiből lett mindeneknek ura, ami azért annyiban nem igaz, hogy korzikán is azért egy arisztokrata családnak a gyermeke volt. Viszont ez kétségkívül egy olyan hátrány volt napolon számára, az, hogy korzikai, amit le kellett dolgozni dolgoznia Franciaországban hogy nem az a az olasz, félig olasz vadember, mint a többi korzikai. Így van, és ugye erre rátesz egy lapáttal az, hogy egyébként a katonai iskolákban a társai rendszeresen kiközösítik, piszkálják, tehát hogy így mondjuk nagyon-nagyon nehéz az előre jutása, és itt az első éveiben ez csak ráerősít a francia ellenességére, amely, mint mondtuk, majd 1793-ban fog változni, amikor már el fog köteleződni Franciaország mellett. És igen, kérdés az, hogy ez milyen mértékben fog megjelenni a filmben. Az előzetesek alapján mi legalábbis nem találjuk nyomát Korzikának, de reméljük, hogy azért a kész filmben néhány jelenet erejéig azért a korzikai mindennapokról is kaphatunk egy szép körképet. Talán majd a rendezői változatban, ha bár Ridley azt mondta, hogy többet fogunk látni, Josephinnek a Napóleon előtti életéből. Igen, szóval igen. lehet, hogy ott máshol lesz. Josephine a azért egy fontos pontja lesz a filmnek a nyilatkozatok alapján. Majd róla is később ejtünk egy-két szót. Most folytatnánk az egyik legemblematikusabb fejezetével a Napóleoni Eposznak, mégpedig Tulonostromával. Ugyanis lényegében véve tulonostroma lenne az az első olyan esemény, ahol Napóleon hírnevet szerez magának, és mint később ő maga is bevallja, innen eredezteti a saját dicsőségét, a felemelkedésének a kezdetét. Ugye Toulon egy nagyon fontos kikötője a korabeli francia flottának, nagyjából az akkori flottának az egyharmada itt állomásozik ebben a kikötőben, amely egy nagyon jól védett öbölben foglal helyet. És itt 1793 során az itteni royalisták átjátszák az angolok, illetve a spanyolok kezére a kikötőt, és vele a kikötőnek a környékét, és ezáltal a kikötőt védő erődrendszert is. Ugye ezzel ellehetetlenítik a földközi tengeri francia flottának a tevékenykedését, a tuloniak az angolokkal és a spanyolokkal egyetemben, úgyhogy az ekkor hatalmon lévő köztársaságnak, ugye Helyesebben mondva, az ekkor uralmon lévő jakubinusoknak elképesztően fontos tulannak a visszaszerzése. Viszont a visszaszerzésére tett kísérletek azok rendre kudarcba fulladnak. És ekkor fogja megkapni a lehetőséget Bonaparte Napóleon arra, hogy a hadi tervét megvalósíthassa tulajdon visszaszerzésére. Ebben egyébként egy picit közrejátszik az is, hogy Bonaparte leteszi a voksát a jakobíusok mellett, ír egyébként egy nagyon szórakoztató röpiratot, amelyben kárhoztatja azokat az embereket, akik elítélik a köztársaságot és a jakubinusoknak az uralmát, úgyhogy a jakubinus vezér Robespierre öccse, Augustin, felkarolja Napóleont, és végül is az ő közben járására kerülhet 1793. kora őszén Tulomba Napóleon. Ugye, ha itt ránéztek a térképre, akkor arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy itt uh, Tulontól délnyugatra, a Monkár magaslatnak a megszerzése volt kimagasló Napóleonék számára, nem tudni, hogy ez majd mennyire fog megjelenni a filmben az eddigi előzetesek alapján. De a Mondkár Magaslatnak a megszerzése azért volt nagyon fontos, mert onnan már a Ligillet erődjét is meg tudták szerezni a franciák, és a Ligillet erődjéből, ugye Napóleon tüzér, az ágyukat rá tudják irányítani a brit flottára, amely az öbölben állomásozik. És ezzel tudják lőni a brit flottát. Napóleonék megszerzik ezt az erődöt, és ennek köszönhetően be tudják szorítani egyrészt a megmaradt védőket Tulon kikötőjébe, másrészt ki is tudják űzni az itteni brit hajóknak egy részét ebből az öbölből. És miután lezajlik ez a művelet, ezt követően tudják megostromolni 1793. december 17-én, 18-án magát Tulont, amelyet egy véres ostromot követően be is vesznek, és erre egyébként már nagyon szépen utal a film, hogy láthatjuk az előzetesben Napóleont, ahogyan felméri a telepet, Tulon környékén. Láthatjuk azt is, ahogy a rohamot vezeti, ő maga is megmássza a létrákat a katonáival egyetemben, és egyébként ez történelmileg nagyon hiteles, mert Napóleon itt tényleg személyesen vezeti a rohamot, illetve az ostromot, ő maga is megsérül egyébként december 17-én ebben az ostromban, és itt elévülhetetlen érdemeket szerez abban, hogy a franciák Visszaszerezzék a kikötőjét az angoloktól és a spanyoloktól, illetve ezt a royalista felkelést le tudják verni. Arra én nagyon kíváncsi leszek, hogy a film utalni fog-e arra, hogy a visszaszerzést követően milyen mészárlást tartanak Tulon városában, amelyről máig vitatkoznak, hogy mekkora köze lehetett Bonaparténak. Ez majd ki fog derülni a filmből. De tény és való, hogy Tulon bemutatása egy nagyon-nagyon fontos szelet a napóleoni életműben, mert tényleg ez az a pont, ahol ő erőször hírnevet szerez magának. Igen, és itt egy-két képkocka a filmből, Napóleon, amint felderít, Hát azt, hogy a felderítést tényleg személyesen csinálta, ez nyilván így az alkotói szabadságnak tudható, vagy úgy döntöttek, hogy személyesen csinálja. Ezentúl hát Tulon ostromát Máltán vették fel, Ridley Scott szerint teljesen CGI-mentesen. Hát azt dönts el a kedves nézőközönség, hogy teljesen CGI-mentesen álltak-e be ilyen geometriailag letisztult alakzat körbe a franciák, azért valószínű, hogy nem. És ami még egy érdekes mozzanat a trailernek, az, hogy a falakat létrán másszák meg, ugye a valóságban ez viszont másképp volt, a falakat ott berobbantották, és hasonlóan például a Tanmor festményhez, Budan 48 és 49-es bevételéhez ott tódultak be az ostromlók a berobbantott falszakaszon, itt a létrás megoldást Valószínű, hogy egyszerűbben kivitelezhetőnek tartották, mert az tényleg maradhattak a történelmi diszletek, amik a báltán adottak voltak, és nem kellett lerombolni egy újonnan felépített diszletet. Mint mondtam, az elején a filmforgatás elég roham tempóban zajlott, az összes hadjelenet 62 nap alatt ment le, 6-7 napot törődtek egy csatával, tehát lehetséges, hogy ennek tudható meg be, hogy a falrobbantás elmaradt, minden esetre elmaradt. Ezen kívül még ugye vannak mindenféle ö, lovas ö, attrakciói a filmben. Itt több, ö, többször is látjuk lovon, illetve lovas roham közben is. Hmm. Lovon, Napóleon, ugye Tulon Ostrománál volt ö, egyedül, azt kezdetben lóról vezette, itt az, hogy vezette, azt kiemelném, hogy, hogy más vezetni, meg más lovas rohamot vezetni. Szóval az, hogy lovon volt, és úgy a a csapatait, az nem azt jelenti, hogy a legelső sorban uh, rohant, és uh, ott a vértesek között, és akkor ténylegesen um, ott küzdött. Bár, bár gyalogosként ténylegesen küzdött több csatában is az elsősorban, mm -hmm. de nem lovasként. Napolon nem volt túl jó lovas, és itt miután elvesztette a lovát, kilőtték alóla, azután itt is gyalogosan folytatta a csatavezetését. Ezen kívül van a filmben még egy másik, valószínűleg nem tudonhoz köthető jelenet, ahol Napolon lovas rohamot vezet. Ezt nem tudtuk beazonosítani, egy van. Így van, megmondjuk őszintén, ezt nem sikerült beazonosítanunk, de. Öt csatát tudtunk ö, nagy biztonsággal tényleg azonosítani az előzetesek alapján. Mi ezt a lovasrohamot, amelyben hát gyakorlatilag mintha egy szabjával vezetni ezt a lovasrohamot, mi ezt nagyjából úgy a marengói csatának tudjuk be, de tényleg erre nem merünk most nektek itt semmi biztosat mondani. Az viszont tény és való, hogy lovas rohamot nem igazán vezetett Napóleon, ahogy a Huba is kitért rá, nem volt egy túl jó lovas, Megült a lovat természetesen nagy biztonsággal, de hát azért most ö, több kilométer per órával száguldani egy lóval, egy csata hevében, ráadásul harcra vezetni a katonákat, azért az már egy teljesen más kategória, mint az, hogy akkor díszemle során én akkor végigüljetek kényelmesen egy lóval, a testőreim meg a vendégek. Között ez egy két külön történet lenne. Ez valószínűleg azért kerülhetett be a filmbe, amiről a legelején is beszéltünk, hogy egész egyszerűen eszméletlenül jó néz ki, mert valljuk be. Tényleg jó ez a képkocka, amit itt láthatunk Napóleonról, és ez picit, úgy, úgy emeli az ő az ő eposzi történetét, az ő nagyságát, dicsfényét, ami azért nagyon sok ponton megjelenik a filmben, tehát majd ki fogunk térni olyan részletekre, amelyek azt bizonyítják, hogy azért a napóleoni propagandát felhasználják a film során, ami picit érdekes, mert Ridley Scott meg lenyilatkozta azt, hogy deheroizáló lenne ez a film, tehát nem egy hősies képet akarnak napóleonról közvetíteni. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd ez a két ellen ellenpont hogyan fog megférni a kész filmben. Igen. Lovasrohamról még egy gondolat. Itt azért láthatjuk a drón felvételen, hogyha tényleg valósan felvették, és nem CGI, bár én az utóbbi legyen sok, hogy azért a lovasság elég nagy térközökkel halad a filmben, és egy valós lovasrohamnál ennél azért zártabb alakzatban történne ez. Itt, itt azért egy picit lehettek volna pontosabbak. Más kérdés, hogy ott a közeli felvételnél, amit viszont mindenképpen muszáj élőben megcsinálniuk, vagyis hát ha csak nem akarnak nagyon-nagyon sokat költeni a CGI-ra, akkor ott viszont muszáj, hogy a lovasok elférjenek a gyalogosok között, és ez miatt kell, kellhetnek a térközök, és akkor ez miatt alkalmazhatták talán az egész rohamra, hogy úgy nézzen ki. Így van, de ez alapján, a snitt alapján azért picit kikezdhetjük a történelmi hitelességet, mert a napóleoni hadviselésnek az egyik kardinális kérdése az, hogy oszlopokban harcolnak a napóleoni seregek. Ez egyébként személyesen nem napóleonnak az újítása, hanem ezt a francia forradalom hozza ezt a hadi újítást, ami nagyon szembe megy a 18. századi hadviseléssel, ami arról szólt, hogy sorokban egymással szemben állnak fel a hadseregek, és akkor szépen lövik egymást, és menetelnek egyre közelebb egymáshoz, és próbálják még ki is a másikat. Viszont ugye a francia forradalom, ahogy behozza az oszlopokban történő hadviselést, és tényleg zárt oszlopokról beszélünk, nem ilyen szétszórt támadásról, amit ennél a képkockánál láthatunk. Itt ugye pont az volt a hogy ezek az oszlopok ne kivágjanak ezeknek a soroknak, átszakítsák a sorokat, és akkor jobbra-balra fordulva bekerítsék az ellenséges hadseregeket. És ezt egyébként Napóleon a csúcsra járatja az 1796-97-es itáliai hadjárat során. Ebből fakadóan tényleg nagyon sokan ezt a hadviselést hozzákötik, mintha ő találta fel, viszont ezt már maga a francia forradalom kísérletezi ki. És uh, itt azért tényleg a történelmi hitelesség nem éppen állja meg a helyét, de, mint mondtuk, nem tudtuk beazonosítani, hogy melyik csatáról beszélünk. Lehet, hogy aztán egy olyan csatát próbálnak itt nekünk megmutatni, ahol ez meg helytálló lesz, de de ezt így nagyjából csak Waterloo esetében tudnám elképzelni. Ott azért a csata vége felé már vannak elkeseredettebb francia támadások, ahol szétszórják a sereget, de a snittek, a színvilág, a ruházat nagyon-nagyon nem passzol Waterloohoz, úgyhogy majd ez ki fog derülni. Igen, akkor ha már forradalom, akkor térjünk rá a forradalmi eseményekre. Ugye két komoly forradalmi eseményt is láthatunk az előzetesekben, az egyik Mária Antoinette kivégzése lenne, a másik pedig a Vandémieri felkelésnek a leverése, amelyet személyesen Bonaparte vezet. Ugye Mária Antoinette 16. Lajosnak a feleségét 1793. október 16-án végzik ki, és az előzetesben láthatjuk azt, hogy Napóleon végignézi a kivégzést, és nem tetsző arckifejezéssel teszi mindezt meg. Na már most itt megint tetten érhetjük a történelmi hitelesség hiányát, ugyanis Napóleon nem vesz részt Mári kivégzésén, ő akkor már javában ott van Tulonnál, és Tulon ostromával foglalkozik. Itt talán azt tudjuk kiemelni és megmagyarázni, hogy miért is dönthettek úgy a filmkészítők, hogy beteszik Napóleont Mária Antoinette kivégzéséhez. Az egyrészt az lenne, ami történelmileg viszont helyes, hogy bár Napóleon szimpatizál a jakubinusokkal, de az egykori királynőnek a kivégzését ő elutasítja, nem tartja bűnösnek. Másrészt Mária Antoinette-nek a kivégzése is talán meggyőzhette napóleont arról, hogy nem jó hatalmat adni a tömegnek a kezébe, és sokkal jobb az, hogyha az uralom, a hatalom az egy személy vagy egy szűkebb csoport kezében van, amelyre egyébként a későbbi pályafutását elnézve ilyen komoly bizonyítékokat találunk. Ugye a másik forradalmi esemény pedig a vandémieri felkelés lenne, ez Párizsban zajlott le, ez szintén egy royalista felkelés volt a Nemzeti Konventtel szemben, és a direktóriummal szemben, amely éppen ekkor alakult meg és itt Napóleon 1795. október 5-én ágyuk segítségével, hát egy vérfürdőt rendez Párizs utcáim, szó szerint, és ezzel veri le ezt a royalista felkelést, és biztosítja a direktóriumnak a hatalomra jutását. Ami talán fontos itt, az az lenne, hogy Napóleonnak a lehetőséget a francia forradalom adja meg a felemelkedésre. És ebből a szempontból én nagyon-nagyon támogatom azt, hogy forradalmi események is nagyon komolyan megjelennek ebben a filmben. Napóleont ugyanis nagyon sokszor úgy szoktuk elképzelni, hogy ő egy ilyen self-made man, tehát úgy maga csinálta meg a saját karrierjét, a saját sikerét, de valójában akárcsak csak egyébként minden esetben, az ő kezére is közre játszanak a körülmények, a szerencsés körülmények, és ezeket a szerencsés körülményeket a forradalom teremti meg az ő számára. Tehát lehet bármilyen tehetséges, bármilyen ügyes, hogyha nincsen francia forradalom, valószínűleg nem lesz Napóleon a franciák császára. Ugyanis a forradalom előtti francia ország nagyon hierarchikus. Mindenkinek megvan a maga feladata, és nem igazán lehet előre jutni a ranglét, Rán. Tehát az, hogy Napóleon tábornok legyen a forradalom előtti francia országban, pláne úgy, hogy jön Korzikáról, pláne úgy, hogy kisnemesi családból származik, ez gyakorlatilag esélytelen. Viszont a forradalmi mozgalom behozza az egyenlőséget, behozza azt, hogy mindenki a tehetsége szerint előre juthat, és ez megteremti Napóleon számára a kedvező körülményeket. És itt jön be egyébként az ő zsenialitása, hogy ezeket a körülményeket viszont könyörtelenül ki is használja és a saját javára fordítja. Viszont ahhoz, hogy egy teljes képet kapjunk róla, hogy ki is ez az ember, és a filmkészítők elmondása szerint ez azért egy fontos pont lesz, hogy tényleg bemutassák azt, hogy ki ez a Napóleon, ő hogyan gondolkodik, mit miért tesz. Azért az, hogy forradalmi hátteret adunk az ő felemelkedésének, ez elképesztően fontos, így az én személyes véleményem szerint jobban meg fogjuk tudni érteni őt a film által is. Bár azért mind Joachim Phoenix, aki játszom Napóleont, mind Ridley Scott lenyilatkozták, azt nem is egyszer, hogy aki azért úgy teljes mértékig szeretné megismerni Napóleont, az inkább könyveket vegyen a kezébe, meg dokumentumfilmeket nézzen meg, tehát ne a filmre alapozzom. De hát két és fél órában, mint ezt is mondtuk, azért úgy elég nehéz bemutatni egy ekkora életművet, meg egy komplex képet adni egyáltalán egy emberről, hogy ő ki volt, hogyan gondolkodott, mit miért tett. Van Damier kapcsán még annyit megjegyeznék, hogy itt Ridley Scottnak az a kijelentése, hogy Napóleon hogyan jellemezni röviden, úgy jellemezni röviden, azt válaszolta, hogy Napóleon hatalmas volt ugyan, de szörnyű döntéseket kellett meghozni, és egy picit így a, már itt a, ebbe a snitbe, ahogy belelő a fegyvertelen lényeg, a fegyvertelen tömegbe Van Damier-nél is ezt a koncepciót látjuk így a gyakorlatban, valóságban azért annyival árnyoltabb volt a dolog, hogy a tömeg ott fel volt fegyverezve. Szóval ebben a megmozdulásban, amiben valószínűleg meghalt 300 royalista, meghalt úgy 90-91 néhány uh, forradalmi katona is. Szóval, és nem természetes halálba haltak meg közben értelemszerűen, és uh, Napóleon is uh, nyilván, hogyha egy sortűzzel szét tudja őket kergetni, akkor nem vet be ágyukat de lévén, hogy voltak nekik is fegyvereik, fegyvereik, neki nem voltak ágyúik, így, így hát be kellett vesse őket. Érdekesség egyébként, hogy itt a royalisták rátelték volna a kezüket a Párizsban felelhető ágyukra, de valamilyen oknál fogva a royalisták kapitánya, ezt úgy valószínűleg elfelejtette ezen. Egyébként mind a mai napig vitatkoznak, mert ő tényleg teljesen értetetlen, hogy a royalisták miért nem szedik össze azokat az ágyukat, amelyeket egyébként október 5 e előtt éjjel Napóleon parancsára az egyik későbbi kiváló marsalja Murá mindenféle nehézség nélkül összeszedés Napóleon rendelkezésére bocsátja tehát körülbelül egy 40 ágyúról beszélünk, ami egyébként a royalisták kezére is játszik könnyedséggel kerülhetett volna, de hát valamilyen oknál fogva ezt nem tették meg ők, máig vitatkoznak rajta, hogy ennek mi lehetett egyébként az oka. De hát vannak ilyen furcsaságok a történelemben, amit úgy nehéz megmagyarázni utólag. Hát napolóan tüzér volt, ő gondolt az ágyukra, az ellenfelei meg nem gondoltak rá. Így van. Meg ugye a napóleoni hadviselésnek, ha már ágyuknál tartunk, egy kardinális pontja a tüzérségnek és az ágyuknak a használata. Ugye a Napóleon is alapvetően tüzérként végez a katonai iskolákban, és az ő hadviselésére jellemző az, hogy masszívan, folyamatosan használja az ágyukat, ezzel készíti erő a terepet a gyalogosság vagy éppen a lovasság számára és az ágyukkal elhozzák a totális háborúnak a korát. Tehát azt, amikor az lesz a cél, hogy elpusztítsák könyörtelen az ellenséget, ne kíméljenek senkit, és az egyébként ennél a felkelésnél itt van Démier 13-án, szintén tetten érhető, hogy könyörület nélkül belelövet a párizsiakba szó nélkül, nem problémázik vele, és használja az ágyukat, a kornak a legpusztítóbb fegyvereit, amelyeket később is meg fog tenni minden csatájában. De hát egy tüzértől igazából nem várhatunk más, mint használja azt, amihez a legjobban ért. Igen. Még akkor is, ha ilyen nagy pusztítást végez. Egyébként még egy kis kiegészítés itt a royalista halottak számához, hogy azért azon vitatkoznak, hogy hány halott volt pontosan, mert azért nagyon sok helyen olvasnójat is, hogy lehetett akár ez ezer is, sőt még annál is több. Jó, tehát azért itt ilyen 300 ezer fő környéke, valahol a kettő közt lehet az igazság egész pontosan. Jó. Oké, akkor... Mivel tudjuk folytatni? Hát természetesen háborúval, háború, háború, Éjjjön, háború vagy a Hát, igen, ha <laughs> már Napóleonról van szó. Itáliai hadjáratot ugye valószínű, nem fogunk kapni. Én úgy gondolom, hogy bármilyen fontos része is a Napóleon életművének egyszerűen túl összetett ahhoz, hogy azt hogy jól bele tudják illeszteni. Én megmondom, egyébként sajnálom, hogy az itáliai hadjárat nem kerül be a filmbe, bár nem láttuk a kész filmet, lehet, hogy bele fog kerülni, és majd az a hatodik csata, amit nem tudtunk azonosítani, az majd az egyik itáliai csata lesz. De tényes való, hogy egy nagyon komplex hadjáratról van szó, amit nem lehet 5-10 percben elintézni. Viszont euh, én azért sajnálom, hogy kimarad, elvileg az előzetesek alapján, mert Napóleon itt szerez magának világhírnevet gyakorlatilag, itt tesztel le minden olyan hadifogást, amelyet a francia forradalom kikísérletez a korábbi korszakokban, és olyan sikereket arat, amelyekre tényleg senki nem számít. Elképesztően gyorsan tudja mozgatni a hadseregét annak köszönhetően, hogy felosztja kisebb hadtestekre a, a sereget, a helyszínen megoldja a sereg élelmezését, amelyre korábban nincsen példa a 18. század során, és tényleg egyik napról a másikra csatákat nyer. És végül a kampoformiói B2797-ben ő maga fogja megkötni a direktórium engedélye beleegyezése nélkül, és ott már kész politikusként szerepel a katona aki addig katona volt, de itt megszületik valójában Itáliában a politikus is. Úgyhogy ezért lett volna fontos, de meglátjuk, hogy belekerül -e a filmbe. Az viszont biztos, hogy az egyiptomi hadjárat, a következő nagy eposzi fejezet, az benne lesz a filmben, ugyanis erre mindkét előzetes utalt, és megmondom őszintén, ezt majd Huba majd megcáfolja, vagy nem cáfolja meg. Én viszont meg az egyiptomi hadjáratot érzem picit feleslegesnek. <kül> Bocsánat, mert katonai szempontból ez a hadjárat egy kudarc. Most oké, okay, hogy Napóleon itt több győzelmet is arat a Táborhegy Jaffánál, vagy a Legendás Piramisok csatájánál. 1798 nyarán, ami egyébként nem a piramisok mellett zajlott le, hanem a piramisoktól jó pár 10 kilométerre. Valószínűleg 17 így kilométerre. van, ilyen 17-20 kilométert rebesgetnek, de, de nem közvetlenül a piramisok lábánál, de hát a napóleoni propaganda ezt is szépen kiszínezte. Tehát vannak itt is azért győzelmek, de lényegében véve katonailag mégis kudarcnak kell tekinteni, mert a brit flotta elvágja a francia flottának a lehetőséget a visszaútra Franciaországba. Ugye a briteknek a legendás admirálisa ekkor Nelson, aki az Abukiri csatában egész egyszerűen megsemmisíti azt a francia flottát, amely Napóleonékat átviszi Egyiptomba, és ettől kezdve nem tudnak hazamenni, úgyhogy Napóleon is majd ilyen kisebb csónakok segítségével, meg kisebb hajók révén fog mindenféle kerülő utakon hazajutni Franciaországba a következő évben, 1799-ben. Viszont Mégis elképesztően látványos ez az egyiptomi hadjárat, és valószínűleg ezért kerülhet be a filmbe. És kevésbé komplex, mint egy itáliai hadjárat, tehát azt mondom, hogy egy 5-10 percben ezt a hadjáratot esetleg le lehet zavarni, lehet mutatni egy képet arról, hogy akkor Napóleon utál a Sphinx előtt, ágyúzza a piramisokat, amiről már beszéltünk, soha nem történt meg, vagy az, hogy mumiákat csodál meg, lerója a tiszteletét Nagy Sándor és Cézár előtt, akik szintén járnak Egyiptomban, és ugye nagy előképnek tekinti mindkét hódított maga előtt Napóleon. Tehát tényleg egy, egy látványos helyszín, ami úgy a nagyvászonra kívánkozik. Viszont történelmi szempontból, a napóleoni sikerek szempontjából tényleg egy, egy csökevényes fejezetről beszélünk, de ha dramaturgiailag egyébként szépen bele tudják simítani ezt a filmbe, akkor helytálló lehet a szerepeltetése, de megmondom őszintén, én ezzel itt nem tudok egyet érteni, mert katonailag kudarc, tudományos szempontból viszont tény és való, hogy nagyon sikeres, mert Napóleon ide tudósokat is visz magával, körülbelül egy 150 tudósról írnak a források, és ezek a tudósok feltérképezik a korabeli egyiptomot. Nem csak a történelmét, mert elsősorban a történelma nagyon fontos, hanem a földrajzát, a növényvilágát, a vízvilágát, állatvilágát is, tehát mindent egy és ez az a hadjárat az, amelynek révén megszületik az egyiptológia, mint tudomány is. Köszönhetően annak, hogy most már tényleg modern módszerekkel vizsgálják a piramisokat, a különböző sírokat, feltárják a szfinxet, kiássák azt egyáltalán a homokból, amelyet ekkor betakar a homok Tehát ebből a szempontból nagy értékű ez a hadjárat, de katonailag, mint mondtam, egy csak evényes fejezete a Napóleoni történetnek. Amúgy ugye a régi legenda az volt, hogy napóla a Sphinxnek <síns> lövette le az órát, vagy lőtte le az órát. Éven, klasszikus, ezt, klasszikus. Ezt most, ezt most már nem került bele, helyett a piramistályúzó. Helyette a piramisokat, ami igen, tényleg tök jól néz ki, tehát én is azt mondom, hogy jó nézni azt a jelenetet, hogy akkor fú, Napolón egy akkora hódító, hogy akkor a több ezer éve ott álló piramisokat is meglöveti, király, mondjuk nagy kárt nem okozna a piramisokban egyébként egy ilyen ágyú jó, de de igen, soha nem történt meg ilyen. Annyi igaz egyébként, károkat okoznak a francia katonák a piramisokban, páran belevésik a nevüket a nagy piramisnak a köveibe, de ennyi a maximum, amit okoznak a piramisoknak, meg pár katona megmásza, így, így Brahiból, meg állítólag Napóleon is parancsot ad arra, hogy akkor másza meg pár katonája, hogy akkor lássák be a piramisokról a terepet, de hát ezek elenyészőek már, ha a károkat nézzük, hát természetesen azért most kikezdenének minket az egyiptológusok, hogy mi az, hogy akkor azt mondjuk, hogy a francia katonák akkor nem okoztak károkat a piramisoknak azzal, hogy megmásszák, de tényes és való, hogy olyan nem történik, hogy akkor ezeket ágyúztatták volna, vagy lelövik a Sphinxnek a szoborát. Klasszikus, igen. Igen, és akkor ismét Franciaországban járunk. Így van, akkor folytassuk a Brumeri állam amelyre 1799. november 9-én és 10-én került sor. Ugye ez a Brumeri államcsíny lesz, az az esemény a napóleoni történetben, amikor ő át fogja venni a hatalmat Franciaországban. Mm. Ugye ennek az államcsínynek azért nagyon komoly előzményei vannak természetesen ugyanis az 1795 óta regnáló direktórium nem igazán tudja helyén kezelni a francia forradalomnak a vívmányait és az abból fakadó problémákat, vagy éppen pozitívumokat, mert azok is származnak. Ugye újra háborúba keveredik Franciaország 1798-99-re. Több pontján is az országnak felkelések vannak, és nagyon komoly politikai zavargások is vannak. A direktóriumnak az ideje gyakorlatilag azzal telik el, hogy hol a jobb oldalt, hol a bal oldalt próbálja háttérbe szorítani több államcsint is megkísérelnek jobb oldalról, illetve bal oldalról, mondjuk egy fruktidori vagy egy floriári államcsint, amelyeket még helyén tud kezelni a direktórium, de az, hogy 1799-re már ismét háborúba keveredik az ország, újra zavargások vannak Franciaország több pontján, ez már meghaladja a direktóriumnak az erejét, és ekkor merül fel, az az ötlet, hogy a végrehajtó hatalmat meg kellene még jobban erősíteni Franciaországban, és ennek a végrehajtó hatalomnak komoly katonai erővel kellene hatalomra kerülnie. Ahogyan ekkor mondják, Szia tól származik elvileg ez a mondás, hogy meg kell hosszabbítani egy karddal a direktóriumnak és a francia végrehajtó hatalomnak a kezét. Tehát itt egy kardot keresnek, egy tábornokot, egy vezetőt, akinek a segítségével egy erősebb végrehajtó hatalmat sikerülnek kialakítani. És végül is ezt a kardot Napóleon személyében fogják megtalálni, aki el is fogadja egyébként ezt a megbizatást. Viszont természetesen azok, akik szeretnék megdönteni a direktórium hatalmát, ők lényegében véve csak addig szárnak szerepet Napóleonnak, amíg az hatalomra nem segíti őket. Viszont félreismerik őt, nem számolnak a becsvágyával, ugyanis Napóleon már kezdettől kezdve arra számít, erre is irányul minden döntése, hogy szintén részesedést kérjen abból a hatalomból, amely majd átveszi a direktóriumnak a helyét ugye itt a direktórium helyére egy konzulátus szeretnének az államcsínek a végrehajtói tenni, és ennek a konzulátusnak három kiemelt főszereplője lenne, és ezeknek az egyike lesz majd Bonaparte Napóleon. De ez az államcsíny egyébként nem megy olyan zöggenőmentesen és fényesen, ahogyan azt a napóleoni propaganda leírja és bemutatja szuper festmények által, vagy leírások alapján egyébként. Erre az államcsínyre ugyanis szánklóban kerül sor, Páristól nem messze. Ide fogják átrendelni az 500-ak, illetve a vének tanácsát, amelyek a direktóriumnak a nagy testületei lennének, az öt direktor mellett, akik vezetik ténylegesen az államot. És itt szánklóban fogják lemondásra kényszeríteni a direktóriumnak a rendszerét és vezetőit, olyan módon, hogy Napóleon bevonul a tanácskozás kellős közepén, és próbálja elmondani nagyon-nagyon zavarosan azt, hogy a direktóriumnak le kell mondania, új hatalmat kell megválasztani Franciaország a francia nép érdekében. Viszont Napóleon nem igazán jó szónok, legalábbis ami azokat a szónoklatokat illeti, amelyeket politikusok előtt kellene megejteni. A katonákhoz tök jól tud beszélni velük, nagyon jól megérti magát. Ő maga is katona ember, egyszerűbb nyelvezetet használ, nyersen mondja meg, amit szeretne. De ugye a politikában azért sokkal árnyatabban, finomabban illik fogalmazni. És ezt nem tudja megtenni. Egész egyszerűen összezavarodik, egy nagy kudarcba fullad ez a beszédje, amelyel végre akarja hajtani az államcsint, és végül is az 500 és a vének tanács a törvényen kívül helyezi Napóleont, ami azzal fenyeget, hogy bíróság elicitálják, és akár is ki, is végezhetik őt. Viszont ekkor megmenti Napóleon legkisebb böcse, Luciana helyzetet, aki végül is rábírja Napóleonnak a katonáit arra, hogy hatoljanak be az ülés helyszínére, és szólítsák fel erőszak által fenyegetés révén a direktóriumnak a tagjait a lemondásról, az 500-ak, illetve a vének tanácsával egyetemben, úgyhogy Napóleon legkisebb öcse, egyébként egy nagyon okos, tehetséges, politikusnak kiváló figuráról van szó, ő lesz az, aki megmenti ezt a helyzetet, és így Napóleon végre hajthatja az államcsint. És itt a trélerben ezt ö, valószínűleg azért igyekeznek hitelesen bemutatni, ahogyan volt, ugyanis láthatjuk azt, hogy Napóleon bevonul erre az ülésre, és úgy nagyon-nagyon zavartan megkérdezi azt, hogy akkor most szavazhatunk? És itt tényleg nekem nagyon-nagyon tetszik azt, hogy ezt zavartan, izgatottan teszi meg, tehát nincs ott benne az a szokásos határozottság, ami őt jellemzi. Úgyhogy remélhetőleg ezt, ezt, tényleg így hitelesen fogják bemutatni, és nem fenkölt módon, de hát erről is beszéltünk nagyon sokat, hogy elvileg deheroizáló lesz ez a film, úgyhogy reméljük, hogy tényleg itt adnak a történelmi hűségre, ha már cserébe, akkor nézhetjük, hogy lövetik ágyúval a piramisokat. A következő nagy állomása a Napóleon életműnek az előzetesek alapján majd a koronázás lesz. Amikor 1804. december 2-án a franciák császárává fogják koronázni, vagyis hát nagyon helyesen ez is történelmileg rendben van, amit mutat az előzetes, hogy majd Napóleon a saját fejére fogja tenni a koronát. Ez egyébként valóban így történt meg, és ezzel Napóleon azt szerette volna jelezni, hogy ő. Nem Istentől, nem valaki mástól kapja ezt a koronát, hanem ő ezért megdolgozott, a tehetsége révén tudta megszerezni, és éppen ezért is tartja jogosnak azt, hogy akkor kikapja a pápa kezéből a császári koronát, és azt a saját fejére helyezi. És ugye innentől kezdve egy nagyon érdekes helyzet áll elő Franciaországban, ugyanis Franciaország gyakorlatilag visszajut abba az állapotba, amely ellen 1789-ben kirobban a forradalom, tehát akkor ugye az egyszemélyi uralmat, a királyságot akarják kikezdeni, tehát nem kérnek belőle a franciák, köszönik szépen, és most akkor mégis kapnak egy, egy császárt, ráadásul egy elvileg rangban nagyobb hatalmú uralkodót még a királynál is, Ugye erre egy korabeli vicc nagyon jól utal, amikor a császára koronázást követően jön ki a Notre Dame-ból Napóleon, és megkérdezi az egyik hűséges katonáját, hogy na hát hogy tetszett, kedves, a koronázási ünnepségem, és akkor a katona erre azt válaszolja, hogy nagyon-nagyon szép volt, kár, hogy hiába halt meg az a több ezer ember, akik ezért adták az életüket, hogy többé ne legyenek ilyen koronázások Franciaországban. Tehát ez úgy körülbelül mindent elmond a történetről. De tényes való, hogy egy nagyon fontos fejezete a napóleoni történetnek, úgyhogy mindenképpen helye van a kész filmben. Igen, ez a koronázással is sok barátot szerzett magának Európában továbbra van. is. De ez nyilván amúgy, amúgy se lett volna nagyon másképp. Mármint hogy nem lett volna másképp. Hát amúgy se az általános béke és megegyezést felé mutattak a dolgok. Hát egyáltalán nem. Ugye itt a koronázás hátterében az is állt, hogy ismételtem háború fenyegette Franciaországot, illetve nagyon sok merénylet kísérletre is sor kerül Napóleon ellen, amelyek igen egyes esetekben eljutnak a tetlegességekig is, máskor sikerül ezeket időbe lefújlálni, de vannak olyan esetek is, amikor meg teljesen indokolatlan ugyanakodnak merénylet Érletekre. De lényegében véve tényleg ezek azok az események, illetve nagyon fontos, hogy a konzulátusnak a sikerei, tehát mint Napóleon államférfinek a sikerei adják meg az okot arra, hogy akkor őt császárá koronázzák, mert egyébként már két évvel korábban, 1802-ben megszavazzák őt élethossziglani konzulnak, első konzulnak. Tehát, hogy így mondjam azt, hogy két évvel később császárá koronázzák, ezt majd hogy nem ilyen formálisnak is. Is tekinthetjük. Amit egyébként maga a francia nép is megszavaz, tehát ezt elfogadják. De ehhez azért én hozzátenném, hogy a francia nép, hogy így mondjam, mindezt már csak fásultan teszi meg. Hogyan fásultan fogadják el egyébként 1799-ben a konzulátusnak a felállítását is. Igazából a francia nép a forradalom bizonytalanságai vérengzéseit követően stabilitásra, kiszámíthatóságra, biztonságra vágyik. Így, mivel Napóleon ezt megadja az embereknek, így a franciák egész egyszerűen elnézik azt, hogy akkor most egy király helyett van egy császáruk, és megint egy -egyed uralkodót kapnak. Ez egyébként, hogy így mondjuk egy ilyen szép hallgatólagos megegyezés Napóleon, illetve a francia társadalom között. És ha már császár, akkor ugye vannak más császárok is Európában, és hamarosan szembe is kerül velük. Így van, rögtön a következő évben, pont a császárák koronázásának az első évfordulóján fogja az osztrákokat, illetve az oroszokat Augusterlicnél elverni Napóleon, ami mindmáig Napóleon legsikeresebb hadjárata a szakértők megegyező véleménye alapján. Tehát tényleg ez egy taktikailag zseniális húzás, amit itt végrehajt az orosz, illetve az osztrák seregek ellen. Itt Austerlitz egy megérdemelt szerepet fog remélhetőleg kapni a filmben, mert tényleg Napóleon pályafutásának a legsikeresebb csatájáról van szó. És itt láthatunk jeleneteket a csata végéről amely azért megint felvetett bennünk kérdéseket, hogy mennyire lesz a csata történelmileg hiteles, ugyanis az előzetesekben azt láthatjuk, hogy Napóleon a befagyott tavakat ágyúztatja, amelyen menekülnek éppen az osztrákoros seregek, és lényegében véve az ágyuk golyók segítségével feltöri a jeget, a tónak a befagyott jegét a francia sereg, és ebbe a befagyott vízbe esnek bele a katonák, és fagynak, megfulladnak bele, nem jutnak már ki. A napóleoni propaganda ezt az eseményt nagyon-nagyon kiszínezte. Itt több ezer ember haláláról írnak a források, holott manapság már egyetértenek abban a szakértők, hogy ez nem lehetett több 1-200 embernél, de vannak olyan források is, amelyek azt bizonyítják, hogy igazából csak két holtestet találtak a tavaknál, Mondjuk igazi igaz, jóval több lovat, igen, igen. Úgyhogy kérdés, hogy ez majd hogyan és miként lesz bemutatva a filmben, de az előzetesek alapján azért itt elég nagy mészárlás fognak rendelke. A, a filmek az egyik legnagyobb kérdése betűdik fel az, hogy vajon napóleont mint stratégiát mennyire sikerül bemutatni? hogyha túlzottan elszerítenek egy csatát, akkor azzal azért. Ebből a szempontból öngolt lőhetnek, mert mégiscsak Napóleont azt tette Napól lenne elsősorban, hogy nagyon nagy katonai stratégia volt. És hogyha helyett másra kerül a súlypont, és egy nagyon leegyszerűsített, igaz látványos, de nagyon egyszerű csatát kapunk, akkor az, az nem biztos, hogy jó lesz. Legalább az egyik csatát jó lenne kibontani rendesen, és látni őt, ahogy úgy tényleg tündököl, mint stratéga. Így van, és Austerlitz egyébként erre egy gyönyörű példa lenne. Ugyanis itt szépen kelepcébe húzza az osztrák-orosz erőket, azzal, hogy elcsalja az erőik nagy részét a francia sereg jobb szárnya felé. Ezzel meggyengíti egyébként az orosz-osztrák seregeknek a középső hadtestét, és szépen ezt kihasználva középen ketté szakítja Napóleon Austerlitznél az orosz-osztrák seregeket, bekeríti őket, megsemmisíti egy részüket, másik részüket pedig visszavonulásra készített. Egyébként helyesen a befagyott mocsaras területen, tehát ez mondjuk történelmileg teljesen helyes, mert a csatatértől délre a befagyott tavakon mocsaras területen próbálnának elmenekülni a katonák, és tényleg valóban ágyúztatta ezeket a tavakat, de valószínűleg nem volt ott akkor a mély szárlás, mint amit az előzetes mutatna, vagy ahogyan az felnagyította a napóleoni propaganda. Maga a csata közben jó jóval többen este kell, mint itt a befagyott tavakon. De egyértelműen az Austerlici csata lenne az, ahol be lehetne mutatni őt, mint a taktikai zsenit. Tehát ez teljesen egyértelmű, nagyon adja magát. Igen, és aztán még több háború. De van, még igen, több amiről, <laughs> a, amiről kicsit bizonytalanabbak vagyunk így a folytatásban. Ugye látjuk őt Oroszországban, Látjuk ő, őt, hát nem tudom, Oroszország biztos, szerintem a Lipcsei csata környéke sem annyira könnyen kikerülhető, bár az, hogy azt bemutatják, Így az kérdés. Az nagyon komplex lenne. Oroszországban Ridley Scott arról beszélt, hogy hát az orosz taktika lényege az volt, hogy nézd a visszavonulás, ez a felperzselt föld, harmadrészt pedig kisebb üs, üsdés-fuss rajtaütések, amiket kazák csapatok hajtottak nagy nagyrészt végre. Abból kiindulva, hogy ezekről emlékezett meg, mondjuk egy barogyinói csatár nem számítok. Nem zárom ki, de nem kimondottan számítok rá. Így van, de hát, hogyha már bemutatnak rendesen egy Austerlitz csatát, akkor részemre egy Borodinói csatát el tudunk engedni, mert az már e, megint az a csata lenne, amely nagyon-nagyon megérdemelni a kellő játékidőt, és nem lenne célszerű egy 5-10 percben lerendezni, az én véleményem szerint kiterjedtségénél, mészárlásánál fogva. Tehát a, a, világtörténelem legvéresebb csatájáról beszélünk, ami lezajlott 1812. szeptember 7-én Borodinónál, majd csak az első világháború csatája, Francia nyugati fronton lesznek véresebbek, mint a borogyínoi csata, tehát ez megérdemelni a kellő figyelmet. Az biztos, hogy Moszkva nagy szerepet fog kapni, láthatjuk is az égő Moszkvát az előzetesekben, tehát az orosz hadjárat is ennél fogva bemutatásra kerül. És ugye, hogyha a rendező nyilatkozataiból indulunk ki, akkor nagy valószínűséggel az orosz hadjáratok belül a visszavonulás fogja kapni a kellő hangsúlyt, ugyanis az, hogy a kozák csapatok rajta ütnek a franciákon, majd hogy nem ilyen gerilla hadviseléssel, hogy belekapnak, visszavonulnak, megint belekapnak, visszavonulnak, ez ö, már akkor történik, amikor Napóleonék a közelgő tél miatt, illetve az élelem utánpótlások megszűnése miatt kénytelenek elhagyni Moszkvát, és ki kell, hogy vonuljanak Oroszországból 12. októberében, illetve novemberében. Úgyhogy a rendező nyilatkozatai alapján mi arra számítunk, hogy a visszavonulás fog itt tényleg egy nagyobb szerepet kapni az orosz hadjárat kapcsán. Hát igen, Két és fél órás játékidőről beszélünk. Kénytelen, kelletlen valamit ki kell hagyni ebből a történetből, de lehet, hogy a négy órás verzióban azért majd benne lesz a borogírói csata. Meglátjuk. Hát reméljük, hogy film mellett jut játékidőre. de josephine is egyébként érdemes egy-két szót uh, ejteni, ugyanis az előzetesek alapján fog akkora szerepet kapni, mint maga Napóleon, amivel én egyet is tudok érteni, ugyanis tényleg Josephine nagyon-nagyon komoly szerepet játszik Napóleon életében, és nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy Napóleon akkor tud a csúcsra jutni, amikor már megismeri Josephine. -t. És egészen addig van hatalmon, addig van meg az ő magabiztossága, amíg ő a felesége viszont ahogyan 1810 elején elvárnak, onnantól kezdve, mintha Napóleon hatalma is így megroppanna. Jön a katasztrofális orosz hadjárat, a következő évben jön a lipcsei népek csatája, megint elbukja, a következő évben le kell mondania, és hát a visszatérése 15-ben az se sikerült túl fényesen. Úgyhogy nagyon sokan egyébként komoly párhuzamot vonnak Napóleon sikerei és a házassága között Josephine-nel, tehát ő, ő mindenképp meg a filmben a figyelmet. Ugye itt kérdés az, hogy ö, hogyan tudják egyensúlyba tartani azt, hogy akkor valóban kibontják Napóleon zsenialitását, valóban bemutatják azt, hogy milyen csatákat és hogyan vívott meg, amiért szerintem elsősorban a nézőközönség beül a mozi vagy majd streamingen meg fogja nézni a filmet de mindemellett fajsúlyos szerepe van Josephine-nek is, és hát igen, elég szenvedélyes a kapcsolatuk, hát vannak hullámhegyek, meg hullámvölgyek is benne, mert ugye rögtön a még Napóleon Itáliában győzelmet győzelemre arat, vagy éppen Egyiptomban vereséget vereségre halmoz, addig Josephine hát minden létező módon megcsalja Napóleont, hát ezen röhög egész Franciaország kis túlzással, Viszont egyébként a későbbiekben Josephine-ből egy kiváló, hogy így mondjam, feleség válik. Tehát nagyon-nagyon hűséges Napóleonhoz, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Napóleon ki tudja hozni magából a maximumot. És nagyon érdekes látni, hogy Napóleon meg pont ebben az időszakban fogja igen gyakran megcsalni Josephine-t. Itt az egyik előzetesben, már nem is tudom, hogy az elsőben vagy a másikban, látszik is egy pár képkocka erejék, hogy egy másik hölgyel szenvedélyes viszonyba keveredik Napóleon. A mi tippünk alapján ez a lengyel szeretője lenne, Mária Valevska, aki 1867 fordulóján ismer meg, amikor az oroszokkal háborúzik a mai lengyel területeken, ő vele is egyébként egy nagyon-nagyon szenvedélyes románc bontakozik ki. Egy fia is születik egyébként ettől a lengyel hölgytől. És uh, tényleg kíváncsian várom, hogy ő mekkora szerepet Igen, fog és, kapni uh, és ez egy nem, 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 mellékes indíték a Joseph való vállás, és még a Josephine viszont meddő, hogy tőle nem születnek gyerekek. Joseph amúgy a felemelkedésében akkor a szerepe kétségkívül volt, hogy a párizsi elittel, elit, ez így közelebb került. Az, hogy a bukásában lett volna szerepe a Josephine nélküliségnek, ez, ezt azért nem hinném, ott inkább ennek katonai vonatkozásai voltak, illetve hát Hát így van, hát romantikusok ő, így azért minden. szeretik ezt így kiszínezni, de hát mindegy, az a mondás is igaz lehet, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy még sikeresebb nő, tehát ki tudja, hogy mi állhat ennek hátterében ebből a szemszögből, de tény és való, hogy azért ez inkább a romantikus színezet lenne sem, mint a kőkebény valóság. Igen, és akkor megkapjuk Vaterlót, mert ugye Napóleon nincsen Vaterló nélkül. Így az, van. Minden hát egy Waterloo Napóleon nélkül feldolgozásban komoly szerepet kap, lévén az utolsó csata. Így van, az utolsó csatáról beszélünk, amelyben Napóleon részt vesz. És hát. Ez a csata már a visszatéréséhez kapcsolódik. Őt ugye 1812, 12, bocsánat, 14 ben legyőzik, megszállják ekkor ugye az európai hatalmak Franciaországot, és Napóleon is másodikán egyébként a saját marsaljai lemondatják. És ekkor őt Elba szigetére száműzik, Franciaországban pedig megtörténik az első restauráció, amikor 18. Lajos király elfoglalhatja a trónját. Viszont Napóleon nem tudja elfogadni ezt a helyzetet hogy ő a szigetére száműzik. Egyébként nagyon szép életjáradékot kap, és megkapja a szigetnek az irányítását is, tehát abszolút nem panaszkodhat. Viszont az, hogy ő fél Európának az ura, és ezt követően kap egy parányi szigetet a földközi tengeren, hát ez egy olyan történet, mintha egy Mercedesből bele kellene ülnünk egy trabantba. Tehát úgy azért nehezen tesszük meg. És ugye, ha ezt picit végig gondoljuk, akkor talán megérthetjük az ő helyzetét, hogy ez azért úgy számára nagyon megalázó volt. Holott szerintem mind a ketten elfogadnánk el a szigetét, hogy akkor irányítsuk most így azonnal. De ö, a poénokat félretéve, azért az ő visszatérését Franciaországba az is motiválja, hogy 18. Lajosnak a restaurációja nem igazán sikerül a legjobban. Ebben azért szerepe van annak is, hogy hosszabb idő kellett volna ahhoz, hogy a megkezdett újítások kifussanak, de elég nagy az elégedetlenség Franciaországban a királyi hatalommal szemben, és Napóleon erre appellálva tér vissza. Megjegyzem, itt nagyon-nagyon ellentétesek a vélemények hogy a francia társadalom miképpen is fogadja Napóleont. Van egy olyan része a társadalomnak, amely tényleg lelkesen fogadja. De a nagyobb részénél mégis azt láthatjuk, hogy nem szimpatizálnak Napóleon visszatérésével. Napóleon itt 1815-re már az állandó háborút jelenti, a kiberülést jelenti a korabeli franciáknak, úgy, úgy nem jó szájízzel fogadják őt, de Napóleonnak a fénye ismét mindent bevon, és, és, hozza magával a dicsőséget, hozza magával azt a dicső múltat, amiért ők, amiért a franciák megimádták őt. Viszont tény és való, hogy az európai nagyhatalmak, akik ekkor Bécsben Próbálták lerakni az új Európának az alapjait, rögtön ismételten összefognak Napóleon ellen, és megindítják a seregeiket Franciaország ellen. Napóleon igen, esélytelen helyzetben van, itt számára egyetlen egy járható út van, nevezetesen az, hogyha külön-külön veri meg az ellenfeleket és az ellenfeleik közül elsőként az angolokkal és a poroszokkal szeretne összecsapni, éppen ezért 1815. májusában, júniusában betör belga területekre, és itt az lenne a célja, hogy az éppen egyesülni készülő angol és porosz seregeket ketté vágja, elválassza őket egymástól, és külön-külön verje meg őket. Mert ha Nézzük a korabeli sereg viszonyokat. Nagyjából Napóleon seregének a létszáma megegyezik az angol sereggel, meg a poros sereggel is. Viszont, hogyha a két sereg egyesül, akkor már létszámfölényben, masszív létszámfölényben vannak Napóleonhoz képest. Úgyhogy itt tényleg ez az egyetlen járható út számára, hogy szétválaszza őket, és külön-külön veri meg őket. És a poroszokat sikerül is június 16-án visszavetni, és ekkor Fordul rá Napóleon az angolokra, akiket Wellington vezet, és Wellington Waterloo mellett foglal állást, és ő itt tervezi megvívni az ütközetet Napóleonnal szemben. Egyébként picit gondolkodik azon, hogy bevállalja ezt az ütközetet, tudva azt, hogy a porosz egységeket sikerült tőlük elszakítani, de Blüher tör az ekkori porosz seregvezetőtől ígéretet kap arra, hogy időben meg fognak érkezni Waterloo mellé, és tudják támogatni az angoloknak a hadmozdulatait. Úgyhogy Wellington ezért vállalja a csatát. Ami Napóleon szemszögéből nem igazán indul jól, ugyanis a csatát megelőző estén, illetve reggelen esik az eső, fel van ázva a talaj, így nem indíthatja meg kora reggel már a csapatait az angolok ellen a sáros nedves földben, sokkal nehezebb lenne előre jutni, nem lenne olyan hatékony a támadás, úgyhogy nagyjából 11 óra magasságáig vár azzal, hogy megindítsa az első francia csapatokat, és ekkor indul meg maga a Vaterlói csata. És végül is a későbbiek fényében bebizonyosodik az, hogy az, hogy várt Napóleon, ez egy elhibázott taktika volt. Ugyanis ezzel lehetőséget teremtődött a poroszoknak arra, hogy valóban időben megérkezzenek az angolok támogatására, és fel tudják menteni Wellingtonék seregeit, akik ezt kihasználva át tudják fordítani győzelembe a Vaterlói csatát. Mely bizonyos pontokon egyébként nagyon úgy néz ki, hogy Napóleon győzelmével végződik. Viszont ahogyan leszáll az este, teljesen egyértelmű lesz, hogy a megérkező porosz erőkkel, amelyek megtámogatják az angolokat, már nem tudnak elbírni a franciák. Napóleon utolsó mencsvárként egyébként még a híres veteránjait is a személyes testőreit is beveti, viszont még az ő rohamjaik, az ő helytállásuk sem fogja menteni egész egyszerűen a helyzetet, úgyhogy Napóleon itt verességet szenved, és tényleg ez egy olyan epizód, ami bármilyen könyvet olvasunk Napóleonról, filmet nézünk, dokumentum filmet, ez, ez mindig helyet kap. Én mindig azért picit így szomorkásan nézem, mert azért ezzel vége egy szép korszaknak, nagy Napóleon rajongó vagyok, nem akarom letagadni, de ettől kerek a történet, hogy Waterloo is itt van, ez teljesen egyértelmű. Igen, és a filmben ezeket a szép gyalogsági négyszögeket nyilván a Waterloo-i csatából láthatjuk. Így van. Ott mindig megjelennek ennek kapcsán. Én méretét tekintve amúgy ezek picit kisebbek a kelleténél, ilyen 200 főse tehetőek, a gyakorlatban 500 fős négyszögeket preferáltak, és három sormelyiség helyett négy sormelyiségűt. Talán itt is megvan a négy, nehéz azért elemezni ezt a képet. Ö, hát ilyen négy, öt. Hát, Nagy jó indulatta. Talán öt, de megva, inkább négy. Talán megvan a négy, viszont a másik négyszöggel párhuzamosan van. Ami viszont nem jó, mert ott átlósan kéne lenni, hogy a sorok ne egymást lőjék, szóval hogy a baráti tűzletőség kicsi legyen, ezért a csúcsoknak kellene egymással szembe lenni. Nos, ennyit még a waterloo csatához. Így van, és ugye ez a csata fogja elhozni végérvényesen aztán Napóleonnak a bukását, aki ezt követően Szent Ilona szigetére száműznek, egy nagyon kicsin szigetre az Atlanti óceán déli felére, amely a briteknek a birtokában van, és életének a hátralévő hat évét itt fogja már eltölteni száműzetésben Napóleon. Többször is felmerül annak a lehetősége, hogy valamilyen úton, módon visszaszökjön Franciaországba. Itt mindig szerettem megemlíteni azt az érdekes történetet, hogy még egy korabeli, nagyon-nagyon kezdetleges tenger alatt járónak a tervével is kacérkodnak, hogy majd azzal fogják kikerülni a brit hajókat, és juttatják haza Napóleót, de természetesen ebből az ég ott a világon már semmi nem lesz úgyhogy itt Szent a szigetén fejezi be az életét Napóleon, és ezt a pár évet valójában ő arra szánja, hogy felidézi az életét, és, és tolba mondja saját elmondása, saját meglátása szerint a tetteit, kritikával kezeli azokat, de ezt azért nagyon óvatosan kezeljük, mert itt Szent a szigetén valójában ő kiszínezi a saját élettörténetét. Nagyon sok olyan legenda ekkor születik meg egyébként, amelyek mind a mai napig benne vannak a köztudatban, de egyébként ez nem történt meg Napóleon pályafutása során. És... Én kíváncsi vagyok arra, hogy mekkora szerepet fog kapni Szent a szigete a filmben. Az egyik előzetesben láttunk egy képet Napóleonról, ahogy ilyen egy hajónál, igen, szomorú tekintettel, vagy hát nem is szomorú, inkább komor tekintettel, és láttunk egy nagyobb hajót távolodni. Nem valószínű, hogy ez az a hajó lenne, amely Szent a szigetére viszi Napóleont, ugyanis próbáltuk kisilabizálni a hajónak a nevét, az nem egyezik azoknak a hajóknak a neveivel, amelyekkel Napóleont Szent szigetére száműzték, de aztán lehet, hogy ez majd ehhez fog kapcsolódni, ez a pár jelenet kocka meglátjuk, hogy mekkora szerepet kap. Mindenképpen azért fontos lenne, hogy egy pár percet a film vége felé elidőzzünk Szent Ilonán, vagy akár csak én azt is el tudom képzelni, erre már egy korábbi feldolgozás szép példát mutatott, hogy Szent Ilona sziget egy keretes szerkezetet ad a filmnek, és Szent Ilona szigetéről visszagondolva meséli el a saját történetét. Ez egyébként lehet, hogy egy járható út lesz a film számára, ha ezt választották a készítők, ez pár hét múlva ki fog derülni, de meglátjuk, hogy mi kerül bele Szent Ilonából a filmbe. Igen, és amit még így remélek, hát ugye Ridley Scottról beszélünk, szóval kicsit kérdésesnek érzem, hogy ez a mozis méretű verzió mennyire lesz működőképes azért a film Napóleon történetéből. Remélem, hogy az lesz, de nem lepne meg, hogyha a moziban még annyira nem lenne jó, mint majd később a rendezői változat. Itt Így van, egy nagyon híres arról, hogy a rendezői változatok azért feljavítják a filmjeit. <laughs> Mondjuk egy szárnyas fejvadász, hogy mondhatnánk még egy pár kildát, Hát reméljük, hogy, hogy azért jó lesz. Igen az, azért meg. a legtöbb filmje az sikerülni szokott. Így van, meg ha már ismét szóba került Ridley Scott, azért arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire tud most a történelmi hűség, hitelesség oltárán mozogni, mert vannak olyan filmjei, amelyek a történelmi hitelességet tekintve csapnivalóak, mint az egyik legnépszerűbb filmje a Gladiátor, tehát azt te nagyon jól ki tudnád vesézni, hogy mennyi hibája van minden tekintetben, de mondjuk például egy mennyei királyság, vagy a két éve bemutatott az utolsó párbaj, vagy utolsó lovag volt a címe, Beneflek meg Matt Démon főszereplésével, középkori lovagokról szólt a film, az például meglepően hiteles volt történelmileg. Tehát ő tud tényleg nagyon-nagyon jó filmeket készíteni történelmi szempontból, de botrányosakat is, meglátjuk, hogy Napóleon esetében melyik utat fogjuk látni, bejárni a segítségével. Igen, és majd természetesen arról is készítünk egy Én értékelést. Jelentkezünk már majd a nagy filmmel is. Az egészet. Így van, hát meglátjuk, hogy az majd milyen hosszú bejelentkezés lesz, mert azért most így az előzetesekről is elég sok mindent tudtunk mondani, de most itt picit benne volt az is, hogy akkor a megjelenő jeleneteket történelmi kontextusba is helyeztük, hogy mindenki értse, és akkor picit akkor így már szakmai szemmel tudjon beülni a filmre, hogy értse, hogy akkor mi miért történik itt Napóleon pályafutása során. De hát majd igen, az igazi elemzés az lesz, amikor megnézzük a filmet, akkor már minden Sokkal jobban tudunk kezelni. Ez teljesen egyértelmű. És megtudjuk, hogy mi a hatodik csata. Hát, de arra eszméletlen kíváncsi vagyok, hogy melyik lesz a hatodik csata, de azt fogjuk a legjobban kielemezni cserébe, bármelyik legyen is az. Az teljesen egyértelmű. Akkor hát meg vagyunk, ugye? Így van, meg vagyunk. Ez esetben köszönjük szépen a megtisztelő Így figyelmed. Van, köszönjük. Várjuk a hozzászólásaitokat, hogy ti mit vártok a filmtől, ez nagyon fontos, írjátok meg bátran, vagy bármilyen egyéb észrevételek van, szívesen fogadjuk őket. És ha weblap készítés, akkor erős dizájn. Így van, köszönöm, Huba, a támogatást. <laughs>